Szlovén szakasz győzelem született a 38. Tour de Hongrie harmadik napján. A Velence Siófok közötti szakaszon Zsiga Jerman a Rog Ljubljana versenyzője nagyhajrában győzött. Folytatja meglepetés sorozatát Peák Barnabás is, aki a prolog után ma is harmadikként ért célba. Az etap vége különösen izgalmas lett. Kétszer versenyző 45 másodperces előnyben volt már a siófoki városi szakaszon, amikor rossz útra vezették őket és a mezőnyt is. A versenyt megállították, majd a szerbek időelőnyét megtartva újraindították. Az előny azonban a Siófok utcáin kijelölt körpályán hamar elfogyott. Így alakult ki a Zsiga Jerman, Scott Sunderland, Peák Norbert szakasz befutó. Kifejezetten tetszett a mai útvonal. A szakasz első felében napsütéses idő volt, a második felében kicsit esett az eső, de ennek ellenére élveztem. A kulcs a győzelmemhez az volt, hogy 150 méterrel a cél előtt a kanyarban vezessek, első helyen voltam, igazából ez döntött. A holnapi naptól azt várom, hogy meg tudjam védeni a trikómat. Elég ideges szakasz volt, az elején nagyon nagy szél volt, mindenki próbált előhelyezkedni. Elment egy 4 fős, majd utána egy 6 fős szökés, ez nagyon jó volt nekünk, mert olyan emberek mentek el, akikről tudtuk, hogy nem fognak hazaérni, mert a nagy csapatok nem képviseltették magukat. Egy mezőnyhajának nézett ki, utána volt egy kis kavarodás itt a végén, el rossz felé vezettek, utána visszajöttünk, elindultunk a körökre. Nagyon sok bukás volt ezekben a kis, szűk, éles kanyarokban. Volt 2 is előttem, szerencsére mind a 2-t ki tudtam kerülni, és utána visszaértem. Hát így a bukások miatt kevesen maradtak elől, és arra ment ki a játék, hogy ki tud az utolsó kanyarba elől fordulni. Próbáltam elő helyezkedni, meg kockáztatni a kanyarba. Negyediknek fordultam, és még utána ki tudtam kerülni egy valakit, és így lettem a harmadik. Holnap a Paks-Cegléd közötti 190 km-es etappal folytatódik a 38. Tour de Hongrie.